Ez a festmény a Szerelmi dal címet viseli, és mostantól a Munkácsi Székesfehérváron című kiállításon látható. Pák Imre folyamatosan gyarapodó gyűjteményét 2005 óta világszerte számos kiállításon láthatta a közönség, a sorozat 47. állomása Székesfehérvár. A városnak az a célja, hogy ilyen nagy kiállításokat, ehhez hasonló kiállításokat hozzon Székesfehérvárra, hogy gyakorlatilag nem csak a fehérváriak, hanem a régió állampolgárai és Fehérvárra tudjanak jönni, és nagy többek között világkérő kiállításokat tudjanak megnézni. Pák Imre 2009-ben azzal a céllal hozta létre a Munkácsi Mihály Alapítványt, hogy az érdeklődők minél szélesebb körben megismerjék a festőművészt és alkotásait. Kétségtelen, hogy a gyűjtő Munkácsi kollekciója nélkül a festő géniusz életművének teljességre törekvő bemutatása ma már nem lehetséges. Az alapítvány elnöke Fási Ádám erről is beszélt a festmény bemutató sajtótájékoztatón. Nagyon örülök, hogy ebbe a misszióba részt veszek, és nagyon örülök, hogy harmonikusan Pák Imre barátommal együtt tudunk dolgozni. Ő létrehozza ezt a borzasztó nagy értéket. Én megpróbálom bemutatni a közönségnek, és hát sikerrel, hála jó Istennek. Nem sokára az 5 milliómodik látogatónak fogjuk köszönteni az 5 milliómodik látogatót. Pák Imre gyűjteményének első darabja Munkácsi Mihály Ballada címet viselő festménye volt. Érdekesség, hogy a festményen látható szék a Szent István Király Múzeum gyűjteményéből származik. A 18. század végén készült francia neoreneszánsz karosszék Munkácsi Mihály párizsi műtermében volt, majd Balló Ede festőművésztől került egyfajta relikviaként Ibl Ervin tulajdonába. Ez egyébként a kiállítótérben éppen szemben helyezkedik el a festménnyel. Itt került elhelyezni a Szerelmi dal címet viselő alkotás is, amit kuriózumként tartanak számon Munkácsi Mihály életművében. Nem véletlen az sem, hogy ebbe a terembe került elhelyezés, és a Ballada című festmény mellé került elhelyezésre. Ugye ezek a festmények egy korszakot ölelnek föl, egy lírai női alakkal karöltve, ez 1880-as évek második felére jellemző, és hát ugye a mellettünk lévő két képnek is az a különlegessége, hogy még a Ballada kép az első a Pák gyűjteményt tekintve, a gyűjtemény darabja, itt pedig mellettem ugye a legfrissebb, amely most került elhelyezésre. A Munkácsi Székesfehérváron válogatás Pák Imre magángyűjteményéből címet viselő kiállítás 2024. január közepéig látható a Szent István Király Múzeum rendház épületében.